különleges gyors talpaló tánciskolával kezdődtek el a Szent Ivánéi programok Nagykáló belvárosában. A táncos programokat a településen működő táncegyesületek és együttesek szolgáltatták, így például a Kállai Pöttöm és a Kállai Gyermek Néptánc Együttes, a Hagyományőrző Kállai Kettős Néptánc Egyesület, a Kállai Lakodalmas Egyesület, a Bürközzenekar, valamint a Kállai Kettős Néptánc Együttes. Itt éppen a legkisebbek, táncos kedvű érdeklődők ismerkednek játékos formában a néptánc alapjaival. De nem csak őket, a nagyobbakat is programokkal várták az egyesületek. Különböző játékokkal próbáljuk invitálni őket a tér közepére. Kis testmozgás rájuk fér szerintünk van, hula-hop karikázás, kötéltánc, ahol az egyensúlyt mérjük, van mindenféle. De kapcsolódik a tánchoz nagyban, ugyanis szól a zene. Hogy látod, mennyire lelkesek a nagykállói gyerekek, kicsik, nagyok, felnőttek, mennyire szívesen kapcsolódnak be az általatok életre hívott programba? Szerintem nagyon népszerűségnek örvend ez az egész, mert rengeteg gyerek jött velünk csatlakozni. Szerintem tetszik nekik. Hogy látod, mint táncos, vagy mint akár magánember, mi a jó egy ilyen programban? Szerintem közösségkovácsoló nagyon. Sok embert összehoz, és jó a hangulat. Hogy érzed magad? Nagyon jól. Itt vannak a barátaim, ismerősök, jó. Tudod esetleg, hogy miről nevezetes Szent Iván éjjele? Azt hallottam róla, hogy ez a legrövidebb éjszaka, valamint hogy a szerelmesek éjszakája. Szerinted mi ennek a programnak a jelentősége? Szerinted miért jó az, hogy ide kijöttök, és kötetlenül megpróbáljátok bevonni az embereket egy ilyen táncos zenés programba? Hát egy kicsit talán látják azt, hogy mi mit csinálunk próbákon, mert nálunk is vannak ilyen játékos próbák, illetve a kicsiknél ugye még többször, és talán ezzel több kisgyereket lehet becsábítani az utánpótlás csoportokba, és ezzel megnövelni a tánc szeretetét bennük. Este át fogod ugrani a tüzet? Igen, természetesen. És természetesen, ha elmondod, nem teljesül, de kitaláltad már, mit fogsz kívánni? Igen, kitaláltam, és remélem, hogy teljesül. Az első tüzek a szökőkút közepén gyúltak, ezzel szimbolizálták a három elem, a föld, a víz és a tűz egymásra találását. Az év legrövidebb éjszakáját számos népi babona és hiedelem övezi, ezek közül az egyik, hogy az év legrövidebb éjszakáján tűzgyújtással kell segíteni a napot a sötétséggel vívott küzdelmében. Nagykállóban tavaly szerveztek először programokat ebből az alkalomból. Idén második alkalommal kerül megrendezésre ez a rendezvény, illetve ez a programsorozat itt Nagykállóban a Kállai Kettős főtéren, és tesszük ezt azért, hogy a Szent Iván éjjeli szokásokat, népi hiedelmeket felelevenítsük, és a gyerekekkel, fiatalokkal megpróbáljuk újra átéltetni azokat a hagyományokat, azokat a hiedelemeket, szokásokat, amiket annak idején dédanyáink és ükanyáink is átéltek, nem ilyen körülmények között, mert ők a Szántóföldön töltötték szinte ezt az éjszakát, de mindenképpen szeretnénk ezt továbbadni, ezt a hagyományt, mert ez az a nap, amikor a leghosszabb a nap ilyenkor van a csúcspontján, ezután már csak hanyatlóra fordul, ezért a középkorban már tűzgyújtással, világítással próbáltak segíteni a napnak, hogy minél tovább a csúcsponton lehethessen, és ez a tűz utána már többféle szerepet is kapott, illetve többféle hiedelmet is. Termékeny hatást jósoltak a tűz szerepének, megtisztulást, egészséget, bő áldást, akár a gyermekekre nézve, vagy a terményre nézve, és természetesen ilyenkor a szerelmi összefonódások, szerelmi hiedelmek és szokások is megjelennek itt. Mint ahogy azt az esemény főszervezője is említette, Szent Iván éjjelén szerelmi varázslatokat is végeztek, hogy a fiúk és lányok megtalálják életük párját. Épp ezért a nagykállói eseményen mindenki kóstolhatott különböző gyújtákat és szerelmi bájitalt is. Márha nem félt a következményektől, vagyis a szerelemtől. Nagykálló új főterén éjszakába nyúlóan zajlott a Szent Iván éjjeli esemény. A szervezők azt mondják, a program népszerűségére való tekintettel jövőre ismét megünnepli majd a város a napforduló és Szent Iván napját.